már a bajnokság elején is leszögeztem, hogy szeretném, hogyha a bajnoki mérkőzéseknek az egyharmadán érintetlen maradna a kapum. Eddig nagyon jó úton haladunk, ugye volt már zsinórban 3 mérkőzésünk, hogy nem kaptunk gólt, most 2-nél járunk, szeretném megdönteni az előző rekordot. A Zalaegerszeg ellen nem lesz könnyű dolgot, hiszen a negyedik legtöbb gólt rúgták a zalaiak a bajnokságban. Mi kell ahhoz, hogy megfékezzük őket? Jó csapatról beszélünk a Zalaegerszeg személyében, támadó focit játszanak. Azt gondolom, hogyha ilyen kompaktul fogunk védekezni, ahogy tettük ezt az előző mérkőzéseken is, akkor bízok benne, hogy sikerül lehozni kapott gól nélkül a Zalaegerszeg ellen. Az utolsó két meccsen két eltérő összetételű védelem mögött védtél. Nehéz ilyenkor a kapus dolga? Az összes védőnk nagyon jó kvalitású játékos, úgyhogy nem nehéz ilyenkor a dolgom. Ugye nekem ugyanaz a dolgom, irányítanom kell őket, ahogy csak tudom, megakadályozni a góltól a kapunkat, és ez most is sikerült. Az jelentetebb nekünk plusz motivációt, hogy az ETE ellen még nem sikerült nyernünk, amióta visszakerültek az első osztályba. Így van, ez egy plusz motiváció, mindenképp szeretnénk most már nyerni ellenük, és az is motivál minket, hogy most belátható távolságra van tőlünk a Fehérvár, 3 pontra vagyunk tőlük, és hétvégén a Fradival játszanak, az egy kikimes lesz szerintem, mi meg hogyha nyerünk, akkor meg tudjuk előzni a Fehérvárt.